sziasztok! Ez egy szabályos vlog lesz, nagyon sokat fogok most vlogolni, és különböző témákkal készülök. Még nem is meg teljesen a koncepció, de most az első vlogot, amit innen indítok a budapesti reptérről, ez egy két átszállásos utazás lesz, konkrétan Kínában. A Katarban megyek, turista osztályon, és el fogok nektek nagyon sok hacket, ami érdemes megcsinálni, nagyon sokat lehet, és mégis jobban utazni, és megmutatom, hogy milyen az, hogyha egy ilyen, hogyan foglalunk egyáltalán a repjegyet, milyen trükkökön, hogy ne kelljen túl sokat várnunk, hol fogok ülni, milyen átszállások vannak, milyen a Doha reptér, egy kimondhatatlan nevű város, de ideírom, hogy hol lesz az egyik átszállásom Kínában, és egy másik ismeretlen kínai városban megyek, Changsha-ba, hogy miért megyek oda, azt majd egy következő vlogban mondom el, de most kezdjük el! Beléptetésnél csak le kellett szkennelnem az útlevelemet, és át is engedtek. Utána ült egy határőr, de igazából nem kellett neki semmit megnézem, mondta, hogy mehetek. Már itt vagyok a kapunál, ahol megyünk be. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy milyen reptéri kis hackek vannak most így 2019 vége 2020-ban. Az egyik, hogy lett egy-két hónapja egy Wizz hitelkártyám. Ez nem a reklám helye, de szerintem valami jó az, hogyha mondjuk valamikor repülsz Wizz-el és te discount kúpba szeretnél csatlakozni, hogy olcsóbban tud menni, meg azt hiszem, akkor megölt a csomagot lehet felvinni, vagy valami ilyesmi. Mert általában ezt évente megvettem, és konkrétan fele annyiba kerül az egész éves fenntartása az Erste hitelkártyának, ami amúgy az első évben azt hiszem díjmentes is. Úgyhogy ha discount kártyád van, akkor inkább megéri, hogy ez legyen. A másik, amiért örültem, hogy van, mert lejárt egy régi bankkártyám, amivel tudtam menni a Mastercard Lounge-ba. Hát, mint megtudtam, a sajnos meg fog szűnni, még egy ingyenes alkalom volt, idén itthon már csak egyszer repülök, úgyhogy ezt így tudtam használni. Viszont ami megmarad ezzel a hitelkártyával, az az, hogy amikor a security check-inbe mész be, a biztonsági átvilágításon, akkor a Fastlane-be soron kívül be tudsz menni, ami már nagyon megéri. Most pedig nézzük meg, hogy milyen a gép, szerintem egy fél órán belül már bent is leszek, folytassuk annak. Most már szállunk el, boardingon, keressük meg a helyemet. Hát, felvettem most, hogy ide jövök, és nézzem meg, annyira jó, mert így van az egész, ami azt jelenti, hogy van ez a helyem, és nem van mellettem senki, és itt nincs semmi. Tehát, hogyha megnézzük, akkor arról is a helyem van, és majd meg fogom mutatni, hogy ide rakom a carry-on-omat, meg rá a táskát, és ki fogom tudni nyújtani az egész lábamat, meg elfeküdni. De még egyet nyújtunk meg. Na ez az egy rossz, hogy ezt nem lehet felhajtani, tehát az kényelmetlen lesz, de látom úgy, ez az egyik legjobb hack, és ingyen van, ugyanis itt nem adják el ezeket a helyeket, hanem annyit tudsz csinálni, hogy amikor megérkezel a reptérre, és kapod a boarding passzedet, amivel a beszállókártyád, akkor csak simán kérjed azt, hogy hadd utazhassál itt. Szerintem nagyon, és ezt nem nagyon engedik, de például a láb az így itt tud lenni. Az egy business feeling majdnem. Ekonomi áron, de mindjárt boardolunk, úgyhogy induljunk el. Most fedeztem fel, hogy van két jelzés. Ez a jelzés van a konkrét az ülés háttámlának, és ez az ülés van, amit meg az előbb mutattam. Megérkeztünk Dohába, menjünk. Thank you, bye bye. Nagyon jól néz ki ez a reptér. Yeah.
ennyire laza, van egy golfszimulátor, és itt hirdetik. Na még menjünk körbe, nézegessünk meg. Megpróbálok bemenni egy business lounge-ba, hát ha sikerül. Erre van egy hekkem, mindjárt elmondom azt, hogy micsoda. Nem is tudtam, hogy Will Smith a Moncler arca. Miért ne? Hát a következő dolgot próbáltam meg, hogy azt mondtam a lounge-nál, hogy van egy barátom, akivel itt találkozom, és ő bizniszen utazik, és hogy akkor mehetek-e én is be vele, de mondták, hogy fizetni kell, amivel nem is lenne baj, de mivel már amúgy itt mögöttem boarding van, ezért nem nagyon érte volna meg egy fél óra-órára fizetni. Hang zuba. Megyek, remélem jól mondom ki, és ami nagyon tetszik ennél a reptérnél, amúgy hatalmas, gyönyörű, láttátok a B-rollból, de ami baromi jó, hogy még kb. Egy-másfél óra, amíg indulni fogunk, itt már vannak az emberek, viszont mögöttem, meg ha megnézek, hogy oda mennek be, és abba a váróba lesznek, tehát túl lesz mindenki a processzen. Kvázi olyan a feeling, mint amikor mondjuk Fapadossal, Vizerrel valamivel megyünk Budapestről, és ugye azon a kinti hangárba kell várni az ellenőrzés után, csak itt le tudsz ülni, tudsz tölteni, tehát egy sokkal kulturáltabb körülményekbe tudod egészet csinálni. Na most be is megyek. Na most már szállunk fel, és úgyhogy elég sok helyen voltam a világban, ahhoz képest is ez oltári nagy, tényleg eszméletlen, hogy milyen. A zóna 1-ben vagyok, úgyhogy először tudok beszélni, aminek nagyon örülök. Amit szeretnék, hogy most egy másik hack, amit megmutatok nektek, mert most nem exit próba vagyok, de így is vannak trükkök. Mindjárt meglátjátok, illetve még tölteni szeretném a telefonomat. Menjünk! Itt vagyok, nagyon jó, mert hogy látjátok, nagyon sok üres hely van, úgyhogy ez a második hack, hogy nem értek, vagy itt, vagy pedig a másik részen tudok elfeküdni. És ami látszik, hogy ezek újabb gépek, mert már tudom tölteni a telefonomat, ami nagyon király. Nézzük meg, hogy mikor lesz a boarding complete, és akkor talál, hogy csak egy ilyen hármas helyen lesz, csak, vagy négyesen tudok elfeküdni. És van töltő. Amit még szeretnék nektek elmondani, hogy mennyire kedves a crew. Konkrétan ide jöttek hozzám az előző repülésen is, a végén, konkrétan az egész crew-nak a vezetője, hogy megköszönje, hogy velük utaztam, meg tök örül, hogy ilyen érdeklődő voltam, mert ugye szerettem volna megnézni a bizniszt, és engedte. És most is, amikor ide jöttem be, ugye vlogolok, és nagyon kedvesen, nagyon udvariasan ezen a második éppen mondták, hogy szeretnének arra megkérni, hogy nyugodtan videózzak, látják, hogy vlogger vagyok, de hogy szeretnék én, hogy a személyzet ne legyen benne, ezt természetesen tiszteletbe tartom. Amiért ezt elmesélem, nyilván nem fogjátok őket látni, és ezt tiszteletben kell tartani, viszont amiért elmesélem az, hogy milyen módon kérték. Kb. Ők kértek elnézést, hogy ez így van, de hát ez a kultúrabeli különbség. Na, kaptunk egy ilyen kis csomagot, ez a másikon nem volt, nézzük meg. Zokni, alváshoz, ez tök jó. Füldugó, fogkefe. És van egy órás ingyenes wifi-nk. Ez nem tudom mennyire aggasztó, hogyha itt nem látom a dolgot. Roppant segítőkészek voltak, most át tudtam jutni a security-n sokkal gyorsabban, mert azért kevés az időm, úgyhogy most ki kell menni, vissza kell csekkolni, úgyhogy rohanás van. Nézzük, mi lesz. Nagyon gyorsan át tudtam jutni a vámvizsgálaton, most pedig fölfele megyek, ahol remélhetőleg a domestic, tehát a Kínán belüli járatok vannak. Most keresem azt, eddig talán jók vagyunk. Konka nem úgy néz ki, mint a Nokia. Megkérdeztem az információba, itt végre elmondták, hogy pontosan hova kell menni, tehát annak ellenére, hogy nem látom a táblán, remélhetőleg jó felé megyek. H17 és 30, nézzük, hogy jó-e. Átjutottam a security-n, hát négyszer visszaküldték a táskámat, ugyanis minden, ami akkumulátor, azt ki kell venni, és ez mindegy. Kulturális különbség, nyelvi korlátok, nézzük, hol vagyok. Changsha, nagyon jó. Mondjuk az első alkalom, hogy végre látom, hogy hova megyek.
ide értem 10-15 perccel a boarding előtt, úgyhogy nagyon szűkös volt, de legalább nem kellett olyan sokat várni, és tudtam aludni a repülőn, meg netezni, meg mindent. Itt is kérdeztem, hát az első ilyen benyomásom, hogy nem igazán beszélnek, akik itt dolgoznak a reptéren angolul, nem igazán értik meg a dolgokat, és nem tudtam becsekkolni erre a gépre sehol sem, tehát nem láttam a nevét, amikor oda mentem, akkor meg már lehet, hogy tele volt, és nem volt exitró, de remélhetőleg mellettem most sem fognak ülni, hamarosan kiderül, menjünk. Még egy dolog, ami nagyon durva, hogy még el se kezdték mondani azt, hogy menjünk oda a kapuhoz, vagy hogy a boarding elinduljon, de ők már ott sorban álltak, és ezt hallottam, hogy milyen szabálykövetők, tisztelőek, nézzétek meg! Ahogy látjátok, itt ülök legelől, 1A, sajnos nem a másik két repülőúton ülhettem az 1A, mert azt mondom, a first class lett volna. Na de annyit csináltam, hogy megkérdeztem, hogy látom, hogy itt nem ülnek, lehet-e? Nagyon menő, hogy itt technika van, eddig a legtöbb repülőn ugye ilyen kinyomtató dolgot láttam, itt voltam ilyen tablet, megnézze, ha nem volt senki, akkor simán lehet, úgyhogy extra legroom megvan, és tudok notebookon dolgozni. Megkaptuk a kajánkat egy aranyos kis package-be, valami meleg dolog, hát ez is nagyon ázsiai, kíváncsi, hogy milyen lesz, de nézzük meg. Dolog, ez dumpling, de szerintem, és nem forró. Szóval ez a dolog, ez fogalmam sincs mi. Sós és nagyon furi. That's me. Yeah. Most, hogy jöttek, értem, már csak egy dolgom van, hogy eljussak a hotelbe, azt szerintem megmutatom, és ott elköszönök, majd a következőbe folytatjuk, és megmondom, hogy mit is keresek Kínában. How do I get to the hotel? Ez nagyon poén, akik jöttek, értem, nem tudnak angolul, de semmi gond, mert ott volt egyből, elővették a mobiltelefonjukat, nehéz szó. Szóval elővették a mobilokat, és ajtón egy app, elmondtam angol, hogy mi a helyzet, és így kommunikáltunk. Mert az lenne, hogy egy órát kellene várnom arra, hogy mások megérkezzenek, és úgy menjek el a hotelbe, de azért egy ilyen 24 óra utazás, 36 óra, az úgy sok, úgyhogy megnézem, hogy mit tudok alkotni, remélhetőleg hozzá tudok valahogy jutni. Ülünk a kocsiban, reméljük, hogy oda érkezünk, meglátjuk, úgyhogy ott folytatjuk. Megérkeztünk, hogy hol vagyok és mit csinálok, azt a következő vlogban fogom elmondani. Hogyha érdekelnek az utazások, a startupok, gasztronómia, produktivitás, innováció, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, ha most találkoztunk először. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Mondjátok meg, hogy tetszett ez a dolog, hogy így egy ilyen, hogy egy repülős, többátszállásos utazásomat mutattam be. Hogyha gondoljátok, hogy megcsináljak ilyet, akkor mindenféleképpen fogok, nekem amúgy tervembe van, viszont kb. 25-28 órát, lehet 30-at is utaztam, most engem köszönök. Insta is menjetek át, mert folyamatosan jönnek a sztorik, a kontentek, és ott köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!